Kimi Räikkönen. Räikkönen teljesen más íven autózik ebben a kanyarban, mint a többiek. Ezt a borzalmas hangot önök is hallják, vagy csak én? Mert borzalmas alatt mit értesz? Te nem hallasz semmit, Gyula? Akkor neked tönkre ment a fejhallgató, mi ezzel? Ahogy a Mercedes motor... Nem. Várja, odaadom. Aha. A tiéd, de semmi, Gyuszi. Akkor legyen. Semmi nem történt, lehet, hogy csak a fejhallgatót romlott el, amúgy a Mercedes motor jól szólt. De tényleg. De ugye erről? Nagyon szép hangja van a fejhallgatódnak, tehát egy ilyen rekett Mercedes motor. Gyula, ne tréfálkozz velem, miközben megsüketülök. Amúgy Räikkönennel még nincs probléma, tehát úgy tartja Alonzót, az 1,2 másodperc az még azért úgy jó. Nem úgy Trulli, aki már 22 másodpercre van Alonzótól. Kultárt. Fogyott is a kerék. Rá Schumacher ezt most nagyon higgadtan csinálta. Mihály Schumacher. És megjavult a fejhallgató. Jó. De most valami diszkó szól benne, ez őrület. Közben Räikkönennél lesz majd a leggyorsabb kör, még mindig rossz. Közben Trulli és Mihály Schumacher és Fisichella nagyon szépen megérkeznek egymás mögé, mert járó Trulli kezd lassulni. Mostanra megoldottam minden, minden gombot visszatekertem, és így most már az autóverseny lett az főszerep. Stimmel? Megszűnt a hegylakó három zenéje a fejemben.